búcsúzik a magyar szóvilága. Kedvelt állatunkat több mint 150 látták. Február 20-án azonban véget bezár a magyar szóvilága. Előző nap megjelent még egy utolsó betekintés. A Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának dolgozói ezzel a kisfilmmel hívják a fiatalokat arra a búcsúztatóra, amelyet a Magyar Szóvilága címet viselő tárlatuk lebontása előtt szerveznek. Az 5 éve működő múzeum első állandó kiállítása volt ez, amely a magyar nyelvkincset, annak változásait volt hivatott bemutatni. A házikókat formázó tárlatok kiváló helyszínei voltak a múzeum pedagógiai foglalkozásoknak. Ez a kiállítás remek lehetőségeket adott múzeumpedagógiai foglalkozás tervezésekor. Az egyik legkedvesebb foglalkozásunknak ez adta a gerincét. Egy feladatlapos kis barangolás során fedezték fel a diákok a kis házikókban rejtett kincseket. Annyira kedvelt volt a foglalkozás, hogy a pedagógusok kísérőként megtetszett nekik, és egy egész tantestülettel jöttek el, és játszották végig magát ezt a foglalkozást ők is. Az elmúlt 5 évben több mint 100 000-en tekintették meg ezt a tárlatot. A szakemberek úgy gondolták, helyére új, izgalmasabb, interaktív nyelvi bemutatót készítenek. Úgy alakultak mostanra a körülmények, hogy itt az ideje annak, hogy ezt a kiállítást lebontsuk, és egy másikat hozzunk a helyére. A kiállítás minősége egyre romlik, ez az egyik ok. Másrészt pedig az, hogy egy új típusú, más típusú kiállítást szeretnénk idehozni, amely jobban megfelel a modern igényeknek, de elsősorban a múzeumpedagógiai és közművelődési céljainknak. A Magyar Szóvilága búcsúztatójára február 19-én nyelvi barangolásra hívják a fiatalokat. Az új kiállítást a tervek szerint március utolsó hetében tekinthetik meg a látogatók.